Ebben a kísérletben a növények zöld színanyagát fogom alkotó részeire bontani. Megnézzük, hogy a leveleknek ezt a zöld színét, mely festékanyagok alkotják, és ezek lesznek felelősek, ezek felelősek a látható fény hasznosításáért. Orgona levelét választottam a vizsgálat tárgyául. Ezt először forró vízbe mártom, ezzel a növényi sejteket roncsoljuk. Majd az így előkészített leveleket alaposan lecsöpögtetem, és egy olló segítségével apró szeletkékre vágom, és a dörzsmozsárba teszem. Adok hozzá egy kevés homokot, és egy pépet készítek belőle. Ezzel a dörzsöléssel segítem a klorofil kioldódását. Ha már alaposan összetörtük a mintánkat, akkor öntünk hozzá egy kevés alkoholt. Ezzel is elkeverjük. Majd ezt a pépet szűrő papíron átszűrjük. Szűrőpapíron átszűrtem a pépen, és a már előre elkészített szűrőpapír csíkomat feltekertem egy pici hurkapálcára, és a megjelölt mintahelyre húzok egy mintacsíkot. Ezt fogom egy gázfelfogó hengerbe helyezni, amiben már ott van az etilalkohol. Látjuk, hogy a mintacsík nem ér bele a folyadékba, és a szűrőpapír csíkon megkezdődik a minta fölfele mászása, csúszása a szűrőpapíron. Pár percet várnunk kell, amíg az egyes összetevők elválnak egymástól. Néhány perc elteltével a mintánkat kivesszük a folyadékból, és megvizsgáljuk az eredményt. Ha a fehér köpenyem elé helyezem,
akkor nagyon szépen látszik, hogy alul a sötét zöld sáv, ami valójában a klorofil A, fölötte egy sárgás zöld sáv a klorofil B, és legfelül a sárgás színű karotin elkülönültek egymástól.